átadták a negyedik, utolsó P-pulszer parkolót a 4-es metró kelenföldi végállomásánál. Az 500 férőhelyes parkoló a MÁV használaton kívüli vágányainak helyén 11 hónap alatt készült el. A 4-es metró beruházásnak a legfőbb indítéka az volt, hogy a belváros forgalmát csillapítsa. Akkor nagyon fontos, hogy a végpontban és a kezdőpontban egy ilyen föld alatti kötött pás létesítmény esetében minél könnyebben tudjunk közlekedési eszközt, módot váltani. Ezekhez elengedhetetlen a minél nagyobb kapacitású és minél nagyobb számú budapesti P+R parkolók létesítése. Jelen pillanatban itt Kelenföldön és Őrmezőn a mai napon délután 1 órakor megnyitásra kerülő P+R parkolókkal együtt 1500 autó teheti le a gépjárművét és szállhat át buszra, villamosra és metróra, illetve vasútra is. Nagyon fontos, hogy díjmentes, ingyenesen lehet igénybe venni a parkoló szolgáltatásait, és ez ugye minden egyes P+R parkolót jellemzi, amelyek mögött bármilyen nemű Európai Uniós forrásallokáció van. Az új P+R parkolót összekapcsolták az aluljáróval. Új közvilágítási rendszert építettek ki, valamint térfigyelő kamerákat is elhelyeztek. A parkoló építésével együtt korszerűsítették a közműveket, új útfelületeket építettek, és 15 elektromos töltőoszlopot telepítettek. Jelen pillanatban Budapesten körülbelül 5000 fős P+R parkoló hálózattal rendelkezünk. Terveink szerint ez a szám ez duplikálódni fog a ciklus végére. Ha csak arra gondolok, hogy a közlekedési jobblati programban egy több mint 3 milliárdos csomag rendelkezésre arra, hogy Békásmegyeren, Újpesten és még két kerületben a városban közel 3000 új P+R-t létesítsünk, akkor azt gondolom, hogy ez a P+R építési folyamat ez nem fog lanyhulni, hanem ugyanilyen ütemben fog tovább haladni. A 4 parkoló 2 év alatt épült meg. Több mint 4 milliárd forintba került, mint egy 100%-os Európai Uniós támogatás mellett.